a második újpesti szöglet. Nem is rossz, sőt, vezet az Újpest. A 35. percben csak sikerült valahogy begyötörni, és Windecker szezonbeli második találatával Kecskeméten előnyben a lila-fehér csapat. Kicsit flipperszerűen pattogott ide-oda a labda. Itt érkezik középre a sarokrugás, és Windecker gyakorlatilag elhúzták, vagy ellökték, és úgy vette át a labdát, és maradt nála. És aztán egy ilyen kifacsart mozdulattal a kapuba pöcköl valahogy szállik, nem tud a gólvonalról menteni, csak bejjebb segíteni azt. Windecker góljával újpesti vezetés.